Na hát, itt valamit vettem. Ez a Walmart szakasz itt. Itt van, vettem ezt a kék törlőt. Szokásos kutyakaját. Kokónak a hétre. Akkor Sofinak itt van ilyen mini pancake, lancsaból. Vettem csirkeszárnyat. Ez 12 dollár, ez is ilyen fagyasztott a csirkeszárny darabok. Vannak ezek a poharas levesek, ebből vettem 6-ot. Akkor vettem ilyen, ez ilyen szendvics-szerű valami. Be kell tenni a mikróba, megmelegíteni, és akkor ilyen töltött. Egyikben van cheese, meg sonka, sajt, meg sonka, a másikban meg pepperoni, szalámi, meg sajt. Fagyasztott eper. Úgy látom, ez sokkal jobb, mint hogyha friss epret veszek, már úgy frisset, hogy dobozossat. Mert olyan hamar megra, egy napot benn van a hűtőben, aztán már olyan kicsit állott íze lesz. Itt van olaj, kenyerek, zsemlék, amiket el szoktunk vinni. Itt van zsemle, ezek ilyen hosszú zsemlék, akkor Jani ezeket szereti, ilyen zsemle. Itt van a banán, még több zsemle, donát, eperrel, málnával van megtöltve, ilyen málna krémmel van megtöltve. Vettem egy ilyet megint, mert ez jó volt, ez a cékla. Azt mondják, hogy nagyon jó, az energiát ad, meg a vérnyomásodat rendbe teszi, meg ilyenek, és az jobb a közérzetettőre. Ma egyszer használtuk ezt, és úgy láttam, elég jó volt, úgyhogy most megint vettem. Akkor itt van, ez is ilyen cereal, itt van krémsajt, vaj, Janinak a főzéshez. Oké, akkor ott fönn nincs semmi. Itt van vannak ilyen chipsek elvinni, innivalók, még több innivaló, ez Pepsi, ez Coca-Cola, ez Jani. Itt van ilyen Fanta, a tej, ennyi tej elfogy, képzeljétek el a hétre. Két galonnal, az 6 liter, több mint 6 liter. Motorolaj a kocsimhoz, mosószer, és akkor megfordulok. Voltam egy másik boltba, és az a neve, hogy Ollie's, ami egy olyan bolt, ahol azok a boltok, amik kimennek a bizniszből, megszűnnek, azoknak a termékeit fölvásárolja, és nagyon-nagyon olcsón adja el. Úgyhogy vettem egy pár dolgot, és ezek mind nagyon olcsón, a negyedéért adják, mint ami az eredetileg lett volna a boltba. Na, itt van. Vettem ez a oven cleaner, ez egy ilyen spray, amit be kell sprayzni a sütőbe, és azt a ráégett mindenféle kaját, meg ami kifröcskölt, zsír, meg minden szépen leégeti. Illetve leszedi, és csak utána le kell törölni. Janinak vettem egy ilyen fülhallgató készüléket, ez azt mondta, hogy nagyon jó neki, nagyon bevált, úgyhogy vettünk még egyet. Akkor vettem neki egy ilyen másik fülhallgatót, ez hallgatja a kompjútert vele. Vettő egy nagyon jót, csak az a helyzet azzal, hogy az zsinóros, és nem tud vele kijönni. Na most, ha valamiért ide kijön, akkor megszűnik, ugye, vagy le kell vennie. Ez meg zsinór nélküli, ez wireless, úgyhogy hogy ez remélhetőleg tudja használni. Ha nem jó, akkor visszaviszem, majd meglátom. Na, akkor opszi, itt van szőnyegtisztító, ezzel ki lehet tisztítani a szőnyeget. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen, ezt a tévében reklámozták. Ez egy olyan slag, olyan hóz, ami nagyon jó, és 100 feet, az 30 méter, képzeljétek el. Úgyhogy most így nem tudom kibontom, így néz ki. Amikor belemegy a víz, akkor ez megdagad és meghosszabbodik, olyan, mint a kígyó, olyan lesz. És állítólag sosem csavarodik össze. Ami most van, azzal nagyon sokat killódunk,
Jó az a slag is, csak annyira nehéz föltekerni, letekerni, mert mind össze-vissza csavarodik. Akkor vettem ilyen, ez végül is ez permetezőszer a növényekre. Van egy-két növényem, amin látok ilyen kis hernyókat. Na most ez olyan, hogy ide a slagot rá kell tekerni, és akkor itt megnyitod a slagot, és akkor összekeveri a vízzel ezt a permetezőszert, és csak rálocsolod a bokrokra, a növényekre, és kész. És rá van írva, hogy egy óra múlva jó lesz. Tehát, hogyha mit tudom én, egy óra múlva esik az eső, akkor már nem fogja lemosni és hatékonytalanná tenni, hanem már jó lesz akkor. Úgy mondják, hogy waterproof lesz. Na, itt van vettem ilyen shake, ez ilyen eperíző, ilyen energia ital, ez is egy kicsit energiát ad. Vannak itt ilyen szendvics zacskók, szendvics dobozok, illetve hát ilyen mindenféle, amit használunk kajákra. Ezt csak Janikának vettem a macskájához, nem tudom, hogy kell neki, nagyon olcsó volt. Ez is olcsó, negyedér van, mint amennyi a boltba. Ha esetleg van majd a hónapok folyamán valamikor egy kis megfázás, vagy valami, egyszer-kétszer beveszel belőle, és nagyon jó. Akkor van itt ilyen cereal, ami ki kell nyitni, beletöltöd, és akkor beletöltöd a tejet, és cereal van benne. Gyerekeknek vettem ilyen ez szívószál végül is, csak ilyen, tudod, lehet vele hülyeskedni, ilyen mindenféle hosszú-hosszú, és akkor úgy csavarja, hogy ő akarja. Ez is szívószál, csak ez maga a cereal. Ezek mind filléres dolgok. Hajmosó, illetve ez kondicionáló, ez testmosó, tehát amikor a zuhanyba vagy, ezzel mosod le magad, meg itt a Jamie-nek vettem egy-két ezért. Ezek mind nagyon-nagyon olcsón le voltak árazva, úgyhogy ezek így megérik. Ezt csak össze kell rakni, és akkor így világít. Ezt meg ki kell lőni, és akkor repül vagy 10 métert. Na, ennyi. Úgyhogy ezt végül is csak azért is vettem föl, mert most egyedül mentem el a boltba, hogy mire hazajön Jani, mert most dolgozik. Egyrészt lássa, másrészt meg hát majd nem tudom, mit kezd vele. Na, oké, akkor erről ennyit. Na, sziasztok újra! Hát, azután a évi attrakció után, ugye nem is mondtam neki ezt, hogy csinálja, hát ő önállóan ugye felajánlotta, hogy megcsinálja, aztán hát nem is voltam itthon. Először nem is tudtam róla, aztán utána csak annyi volt, hogy akarod, hogy lefilmezzem? Hát, mondom, ha gondolod, filmezd, ha van kedved hozzá. Na, hát gyerekek, szokásos szárny. Most azon a különbséggel lesz, hogy nem csinálom meg az egészet, hanem várja ezt a reggelit készítek. Itthon vagyok. Ma végre, hál' Istennek, szabadnapos. Lesz már egy videó beszélgetésem is. 2-kor. Úgyhogy elkezdjük. Láttam egy érdekes mozzanatot. Pusztán, illetve nem csak azért, hanem azért, mert én nagyon szeretem a csirkeszárnyat, gondolom ti is, és most ezeket a részeit fogom ugye felhasználni. Gyakorlatilag egy reggeli lesz ebből. És hát, majd még egy. Oké. Hát szóval így még nem készítettem csirkeszárnyat. Mennyi az? 2, 4, 6,
10 darab, ezt meg is bírom enni végülis. Ez. Így, és jön egy érdekes rész, hogy engedünk rá vizet először. Megmostam, most egy kis szőrt vizet, és egy olyan két evőkanálnyi szoda bikarbóna, gyerekek. Jó, el is zárjuk. Szoda bikarbóna. Mit szóltok hozzá? Érdekes. Érdekes megoldás, ugye? 20 percig kell állnia benne. 20 percig. A bőven lejárt, ugye, a 20 perc, szóra bikarbonás vizet, ugye, leöntsük. És, de csak így nem öblítem le. És le fogjuk itatni egy kicsit a vizet, és hagyom egy nagyon picit megszikkadni. Gyakorlatilag ez egy demo lesz számotokra, és ezt a nagy mennyiségben is meg lehet majd csinálni ezt a fajta megoldást. Csirke combokkal is. Na most itt volt 4 darab felső comb, arról leszettem a bőrt, a fájat, a zsíradékot. Oké, fordulunk, és hát itt most már lejjebb veszem. Elkezdem ugye kisütni, mert nekem ez a csirke szányhoz, hozhoz fog kelleni a csirke zsír, amennyi ebből kisül, az nagyjából elég is lesz. És ezt a csirke bőröket, meg hát, Évinek a kedvenc csemegéje. Általában, ha úgy van időm vagy kedvem, akkor kisütöm neki. Jó, és ez jó lassan, nyugodtan ki fog sülni, teljesen ropogósra. Jó. Mindössze lesózzuk egy kicsit. Oké. És félretesszük. Nos, mit készítettem ide? Édes paprika, magyar, ketchup, mustár, méz, bors, só. Nem is tudom, ezt minek vettem le. Na mindegy, szóval ennyi van itt. Gomba az nem ehhez lesz. Jó, és akkor ezt megvárjuk, amíg szép lassan kisül. Nem elégetni. Pont ez a zsíradék, ami kijön nekem. Nem akarok olajat használni, se vajat, se olívát, semmit, se zsírt. Úgy értem, hogy disznózsírt, hanem így a saját zsírjában. Szerintem jobb lesz. Jó, szép nyugodtan megvárjuk, amíg ez megsül. Kisül, gyönyörűen megsül. A gyerekek, itt az előbb majdnem frászt kaptunk a kokóval. Tudjátok, mi van? Én néztem is, bent volt a hírekben, hogy a Sarasota Brazilt a reptéren megjelentek ilyen vadászgépek. Hát, hogy mi a bateri csere. Szóval ott tartottam, hogy elkezdtem mondani, hogy megjelentek ilyen vadászgépek. Tehát katonai gépek, magyarul felül vadászgép, vagy nem az. Mert nem mindegyik vadászgép. Aztán itt húztak el a ház fölött. De olyan robajjal jelezték is, hogy itt lesznek egy pár napig most.
3-4 napig itt valamit gyakorlatoznak, nem tudom, mit csinálnak. A lényeg, hogy ezt elkezdjük, közepes tűz, majd ez lejjebb meg így át, csak forró volt a zsír, pont jól van, így, és elkezdjük sütni. Igen. Flip, tehát megfordítjuk. Ugyanúgy, ugye megpirítjuk. Majd még egyszer ez meg lesz fordítva. Ez a fele. Újra megfordítjuk. Ez a fele, ez jó. Készen van. Itt még ugye a zsíradékot kiolvasszuk, és hát egy nagyon picit még ugye sütjük, ropogósabb legyen, illetve, ja, ropogósabb legyen. Kicsit jobban süljön ki belőle a zsír, ugye a szárnyából benne elé. A szárny az egy, az nagyon zsíros egyébként, ugye ezt tudjuk. Jó, még egy 5 percig sütöm, közepes, hangsúlyozottnak. Közepes, vagy lejjebb, vagy lejjebb. Na most, ez így jó lesz. Ennyi. És hát annyi zsír, amennyi csak így lehetséges, így a kanállal leszedik. Hát, hogy 3-mal lejött, egy pici maradhat. Jó? De félre is teszem. Oké, gyerekek. És mondom, közepes tűz, nem szabad, hogy megégesd az ételt. Ez már most fogyasztható, így. És majd most jön az érdekesebb rész. Rá lesz a leg. Négy közepes gerezd fokhagymát. Abban a pillanatban változik az illat. Nagyon jó. Fokhagyma. Bors. Kutya még nem dolgozta fel a repülőhangot. Ez a ketchup. Legyen ez a méret, ez a kanál. Így, egy ennyi. Itt látjátok. Ugyanannyi mustár. És ugyanannyi méz. Jó? Kicsit lejjebb a tüzet. Oda így lesz. Jó. Most jön. Várjál. Itt van.
egy csipetnyi piros paprika, édes paprika. Csak egy kevés. Jó? Igen, most megkaramellizálódik egy kicsit az egész. Egy-két perc. Hát csak, ami volt esetleg víz a ketchupba, mustárba, az ilyenkor kimegy. És amikor már ilyen jó ragacsos az alja, egy olyan fél pohárnyi vizecskét hozzáteszünk. Igen, jól vonja be mindenhol. Egyelőre lesz a bőr rész, legyen alul bőrös. Jó. Tehát nagyon lassú tizen most. Hát azért mi meg nem puhul, az ő 20 percet írt, de ő nem sütötte talán ennyire elő, mint én. Én adok neki 10 percet, így körülbelül ezen a hőfokon, így, még lejjebb veszem egy 10 percet, és utána jön a kóstolás. A gyerekek, gyakorlatilag kész vagyunk a reggelimmel. Ez aztán lehet eddig salátát. Gyakorlatilag bármit köretnek. Én azt hiszem csak így fogom. Egy kis... Van nekem lesavanyítva ilyen, ilyen tök vagy mi a nyavaja. Jó. Azt hiszem ez így jó lesz. Jó, itt lezárunk. Fordulunk lassan. Mondjuk rizs kellene hozzá, de most nem akarok rizs tenni. Így üresen, semmit nem teszek hozzá. És kis fehér szezám maggal leszortam. Gyerekek, ez a mai eklézsia, így reggelire, és egyben itt ez a videó véget fog érni. A következő videó, természetesen én maradok a... Most ezt megeszem, maradok utána a konyhába, és mutatom, hogy ezekkel mi fog történni, jó? Amik itt vannak, még nincs vége a mai főzésnek. De az egy következő film lesz, jó? Addig is kis türelmet kérek, aztán majd hamarosan jövök. Sziasztok, bye-bye!